Üdv mindenkinek, illetve a magyar király üdvözöl mindenkit, most már ismét mi vagyunk a trónon, hogy meddig, az egy teljesen másik kérdés, de az a lényeg, hogy ismét itt vagyunk, hogy itt a Mátyás Árpád has become the king of Hungary, nagyszerű számunkra ez, azt hiszem. Sok elintézni valók van a kunokkal, elég és sok meg kéne mutatni, hogy nem tologathatnak minket balra-jobbra. Még pár generációval korábban nekünk volt tervünk a horvát területek annektálására, és ezt igazából bármikor meg folytathatnánk, legalábbis ha valakire van jogalapunk, hogy megtámadjuk őket, azokat úgy szívesen megpróbálnám. És a legtöbb esetben sajnálatos módon nincs. De rá például van. Úgyhogy őt lehet, hogy meg fogom próbálni. Az egyetlen, akire van sajnos. Pedig ugye itt az ember azt hinné, hogy ezek a területek részét képezték a horvát trónnak, csak sajnos azokra vonatkozó követelésen kezdenek így, hát hogy úgy mondjam, elévülni. Itt ők a kedves független faszok, akiket hát egy izével megtámadhatnék. Az a baj vele csupán, hogy ebbe valószínűleg beszállnak a kunok majd, mint ugyanolyan vallást képviselő fazonok, és ők momentán nem állnak háborúban senkivel, ami kellemetlen. Meg a lengyeleknek is meg kéne mutatni, hogy anyátok, hagyjátok már be a szórakozást velünk, mert hát vannak itt dolgok, és mint látjátok, így meg tudnánk szeretni egy egész grófságot, ugye megint ezekkel a behívjuk a izét, és élünk vele. Ez teljesen hülyeség lenne. Viszont ezt a megyét meg tudjuk szerezni magunknak, őket ugye nemrég meg is vertük egyébként. És ők most vannak túl szintén egy polgárháborún. Javaslom magamnak, hogy haladjunk szépen sorban. És kezdjük például a velük ezekkel az egyszemélyes horvátokkal. Mert erre jogalapunk van. Úgyhogy kösz, hogy itt vagy, haver. Ezt a helyet szeretnénk megszerezni magunknak. És lassítsuk a szépen a játékot 5-ös sebességbe. És lett egy lányunk, akinek nem etel lesz a neve, hanem étel. Sőt, nem is étel, hanem kaja. Az ételnek még akár a normális hangzása is lehet bizonyos körülmények közt, amit igazán nem szeretnénk. És tőled hadd vonjam vissza Esztergomot, mert jogom van rá. Te ücsörög szépen ott a tutyiba, engem nem értek, hogy te ennek nem örülsz egyáltalán. És egyébként a horvát terület elfoglalása nem is ezt nehéz, mert a lázadók ellen se tudták megvédeni magukat konkrétan. A járulkodó. Mondom, én visszavonom tőled. Más nem tudok sajnál visszavonni egyelőre. Nem baj, jó az így most. Esztergomot, ami most ugye ismét a miénk, tegyük már meg fővárosnak, mert ugye az volt eddig is. És akkor fel tudjuk nyomni még feljebb, vagy pont nem is tudjuk felnyomni itt a technológiai dolgokat. Ezt megnézzük a technológiai hülyeségeket, akkor alapvetően azt látjuk, hogy azért elég fejlett az a régió bizonyos szempontból. Oké, tesz az ő káplánunk, jó. Szóval megnézzük, azért a vazallusaink továbbra sem szeretnek. Hát van egy pár, aki szeret. És van egy pár, aki kurvára utál. Nem, hogy a fiunk se lesz sokkal népszerűbb. De nem ők a királyok is az a lényeg. Szó szerint. Na ki a király? Ugye? És 100 000 hasonló ostoba poént tudnék elsütni, szeretnék. Na és akkor te kénytelen leszel megadni magadat. Köszönjük. Ezt a területet legalább sikerült visszaszerezni. Ó! Tamás Árpád, mint az új trónemberke, 59 éves vén fasz. Szerintem azt fogom csinálni, hogy mindjárt meghalok újra, és amúgy is utána én bedomom a tutyiba, és kinyírom. Úgyhogy azt hiszem, ezzel nem foglalkozom, mert hát nem fogjon lesz kiért elkezdeni, most már itt szövetkeznetek. Te biztos találtok mást, persze, de azzal mindent a maga idejében majd foglalkozunk. Ja, szóval nem olyan túl népszerű. Szeretnék ezt a vén libát megtenni izének. De ott a kérdés az, hogy ki hal meg előbb, én vagy ő. Én kurva beteg vagyok, ő meg csak simán 51 éves. 51 éves hedonista. Örökös az pedig valami Astrid. Hülye liba.
Nem fogok tőlem olyan könnyen megszabadulni. Most, hogy itt vagyok végre. Na, ez olyan egyszerű. Azt hiszed. De baj, nekem most ilyen agresszív gondolataim voltak, hogy majd jól megtámadjuk magunknak a... ilyen moldávokat, ilyen kis egyéb finomság. Hát nem mindenki kiráz azt a kurva. Na jó, hoppá! Ada egy meghaltam. Ott kettő, szerintem az egész ország kilázott alólunk konkrétan, úgyhogy ezt a problémát nem is hiszem, hogy tudom én feltétlen orvosra. Hát igen, itt nagyjából mindenki úgy döntött, hogy nem vagyok én a legalkalmasabb király, illetve én lehet, hogy az lennék bogrács, de azt nem gondolja senki, hogy majd az abámról nem gondolta senki, hogy jó király lett volna. Az egész izé kancelláriám kiürült. Mondtam, hogy nem biztos, hogy ez hosszú életű lesz. Hát aki van, azt rakjuk rá itt erre. Javítsunk a diplomáciai készségen, édes drága életem. Tegyük meg. Ha megtudjuk. 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 10000. Egy kicsit több, mint amit eredetileg a játék feltételezett nekik. Ezeket a seregeket el is rejtem. Van bármi külföldi szövetségesen? Nem. A bebörtönzött esztergomi liba, akit kiengedhetnék, de hát most már mindegy, meg utál, mint a szart. Szeretne cuccokat magának. Szerintem azt fogom csinálni, hogyha már nagyon akarják maguknak itt a trónt ezek a hülyék, akkor megpróbálok, amit lehet visszavonni, pardon, bocsánat, a képernyő úgy látszik, hogy másképp gondolja, visszavonni saját kezembe. Aaron, mi történt a Hashimid birodalmat, leváltották őket, és jött más. Csak egy pillanat, hogy ez az Aronház, ez ilyen izének hangzik itt valamit Angliában. Ó, nézd már, keresztények teljesen kiszorították az arabokat a Ibériai félszigetről. Félsziget? Nem tudom, aztán félsziget, Ibériai, Iberian Peninsula, azt az. Viszont ilyen nagyon fura, hát szinte teljesen, ilyen nagyon furán vannak itt egymás közterületileg megosztó, hogy érdekes kis belháborúk lesznek. Majd csak jelvünk foglalva a mi érdekes kis belháborúinkkal, ami azt hiszem jelenállás szerint igazából azt teszi, hogy kurvára nagyon hamar el fogjuk veszíteni a trónt, amit visszaszereztünk. És a probléma szintén az, hogy ugye az örökösödési izé miatt egy csomóan most itt sajnálatos módon megszerezték maguknak azokat a dolgokat, amiket apám idején egy kézben voltak, de így szétöröklődött a gyerekeim közt ez a sok minden, az ő gyerek, többi gyerekek közt ez a sok minden. Úgyhogy én azt fogom csinálni, ezeket visszavonogatom, utálni fognak, mint a szart, de amúgy is utálnak, mint a szart. Ugye ezeket én visszavonogatom, akkor legalább valamennyi területem lesz, miután vagy elvesztem a trón, mert elég őszintén valószínűleg elfogom. Nincs elég pénzem, majd egy komolyabb zsoldos hadsereget összeeszkábálja. Szóval ezeket a területeket szépen, akmi emberünk még van, megpróbáljuk itt ezeket visszaszerezni, amit tudunk. Meglátjuk, ki mennyire jó az ötletnek. Nem tetszik neki, de senkinek nem tetszik, azt mondja, hogy én baszott gyenge vagyok. És ez úgy nem jó. Úgyhogy azt hiszem, igazából most megszereznénk, azt még extra durván elveszítjük. Ugyan visszamegyek grófi státusba, de kevesebb cucca, mint amely egyébként volt. Tehát az egy esélyem, hogy ő itt meghal, mert öreg. Úgyhogy ez tényleg, vagy hát 72 éves, ja. Ez akkor, hogy ilyen dán lenne az örökös, szórakozol velem? Igen, a Spymesterem ne utáljon, ha választhatok. Egyébként apámnak volt a felesége, a későbbi felesége. Ja, kérem, itt nem vagyunk túlzottan népszerűek. Én itt felfordulok és várom, amíg ő remélhetőleg meghal. Bizánciát megoldották a maguk polgárháborúját. Én türelemmel várom a csodát, mert máshol nem reménykedhetek. Random 4000 embert össze tudok szedni, meg egy zsoldos csapatot. De hogy őket összeszedem, akkor valószínűleg ugye az lesz a jó dolognak. Ha úgy akarom őket összeszedni, hogy ne
olyan területeken jelenjenek, hogy ott, ahol olyan ellenséges csapatok ne jelenjenek meg, meg semmi értelme, ugye, hogy ott megjelenjenek, akkor csak itt vannak csapataim, itt Berekben és egyéb helyeken. Közeli helyeken egy zsoldos francsot én itt összekaparnék, úgyhogy gyerekek, egyesüljünk ott Gömörön egy ilyen zsoldos csodasereggel, és reménykedjünk abban, hogy ez valamire jó lesz nekünk, 6600 ember, amíg ők itt szétszórva vannak, talán valami csodát lehet tenni. Kétlem, de egy próbát megérhet most őszintén, miért ne? Milyen jó lenne, lenne valami szövetségesünk, nem igaz? Na, első körben én Esztergomos Tamára mondanám azt, hogy coki. Ha meg tudom tenni. Egész tisztességes katonáink vannak. Magamat nem raknám a seregbe, mert csak azért sem, mert látható, hogy gyengülést elérni. Szóval igaz, elsétünk egy 2000-es sereget. 12000-es a lengyelek éppen megtámadják valamelyik látható hülyét, mi? És elszedik a területeit. De jó. Egy pár százalékot visszaszereztünk. Egy Esztergomot is egyébként. Mondom, ha elég sokáig tart ez a háború, akkor ő egyszerűen sem meghal. És nekem az is jó. Jó, várom, bocsánat. Ha támogatok a temesi sereget. Lengyelek miért háborúra húznak? Gnieznyó, azért. Ami most ugye Nyitra csávó. Nyitra csávó annyira nem is utál minket, de azért fellázadt. Nyitra csávó egy szemétláda, ezt így szokták mondani. De a sereg ugyan elmenekült előlünk, de... de azt jelenti, hogy legalább ezt itt vissza tudjuk szerezni magunknak. Én mondom, továbbra is arra várok, hogy... ha elég sokáig kínzom ezt a háborút, akkor nagy valószínűséggel... annyi maradott ról, még mondjuk, ha nem is fogjuk jobban szeretni. Kérdezem, már is 38%-osra csökkent a probléma. Próbáljuk meg ezt a pécsi brancsot elkapni. Ami nem garantált, hogy megnyerjük egyébként, egyáltalán nem, főleg, mert egy folyón kell átkelnünk, de nem tudok jobbat elképzelni. Meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. De ha sikerül, akkor Székesfehérvárat fel tudnánk szabadítani, amire szükség lenne. Ugye ez 10 vezetéke. Ó, meghalt! Ebben bíztam. Sajnos ettől még ugyanúgy utálni fognak, csak most másnak fognak belépni a kis frakciójába. Kijev az pedig még mindig egy szaralak. Azt a kis csapatot nyírjuk már ki. De figyeljünk arra, hogy ezt a Gazi for Hungary frakciót próbáljuk meg megállítani. Ez ennyit arról, hogy mi itt vagy most boldogan, hogy Heurékát akarják. Azt nevezem. Heuréka miért olyan jó? Heuréka még mindig nem házas. Heuréka drágám. Akkor mi baromira belházasságot fogunk csinálni. Heuréka, a testvérem el fogja venni a fiamat. Fiam 3 éves, hogy hogyha Heurékát, mit ad Isten, megteszik uralkodónak, amit... hát, ha ennyire utálnak a vazallusaim, akkor simán előfordulhat, hogy meg is tudják tenni. Akkor azért a dinasztiában maradjon már a dolog. Tehát, ha valaki megkapja, akkor az legyen Heuréka, és akkor egy nagyon beteg Habsburgokhoz illő örökösödési procedúra után igazából nekem 8 működhet. Na, közben ezt a kijevi köcsögöt elintézzük. Remélem a serege kinyírása után egy White Peace-re jó lesz. Mert azt igazából alá is írom most ezek után. Na, ezt csináljuk is meg. És felmerül a kérdés, ezek után mi az Isten csináljunk, és a válasz igazából az, hogy nem tudom. Nem ártana megőrizni ezt a hadsereget, ugye a zsoldosokat, de nem tudom, hogy nem fogom tudni őket finanszírozni, ez nem is kérdés, ezt lehet tudni. Érte nem fizet senki 10 aranyat, és érte viszont igen. Hát akkor fizess érte 10 aranyat, jó ember. Azt, hogy csinálj egy random ostrom támadást, a lengyelekért nem tudjuk megtámadni. Egyébként meg tudjuk, amint... vagy 10000 emberünk, hogyha nem lázadoznak ellenem, de valószínűleg fognak. Szóval a lengyeleknek megmutathatnánk, hogy mi a pálya, és hogy ezt igazából nagyon sürgősen abba kéne hagynunk ezt a sok fasságot, amit csinálnak. Moldávok függetlensége, az már nincs. Itt van Szlavónia.
akiket Zágrábért megtámadhatunk. És egy kis darabot ki tudnánk itt facsarni. Igazából miért ne tehet Zágráb, az úgy... Ez egy könnyű háború lesz, hamar végzünk. Egyszerű. Aztán lehet, hogy ez azért nem is olyan nagy. Tehát azért egy lengyelekkel full háború, az egy másik kérdés lenne. És ne feledjük, azért meg nem szerettek még minket a kedves vazallusaink, úgyhogy csak óvatosan bánjunk velük. Szóval, ja, Zágrábot szeretnénk. Köszöntöm. Igazából az a baj, hogy mondom, azt, hogy Zsoldos hadsereget nem tudnám én finanszírozni, és pedig jó lenne, ha tudnám. Örülnék, hogy őket így meg tudnám tartani. Fel tudnám nyomni a Crown Authority-t? Valószínűleg nem, mondom, azért szeretni még nem szeretnek, mint láthatjuk. Megpróbálhatom megszavaztatni, de igazából minek, tehát még jobban utálnának. Hogyha megszavazzuk. És az nem cél, tehát próbáljuk meg inkább itt egyben tartani. Birodalmat, Gazsit és Ragnar, aki kurvára nem tetszik nekem, mert dán, és egy gróf lett belőle az országban. Jó, meg kell szabaduljuk ettől a izéktől. Ó, anyátok! Már megint azért a terület ér, mi? Ezeket a zsoldokat nem bírom finanszírozni, kész. De a lengyelekkel csak elbírunk, tehát... Feleségem nem nagyon szeret engem, úgyhogy tegyünk rá, egy kicsit jobban szeressem. És megtesszük ilyen random dolognak is. Hozzávágunk 20 aranyat. Úgyhogy most már nem utál minket. És akkor abba hagyhatál tervezgetést, miszerint, hogy megölje Matildot. Ki ez a Matild? Matild Pot. Nem is a mi dinasztiánk, hogy ölje csak meg. Na, ez dur 60%-ra fellökte ezt a warscore-t. A lengyeleket meg remélhetőleg meg tudjuk tanítani kesztyűbe dudálni, csak az alapseregünkkel. Nem adnád fel? Ajaj! Na, valakiket jelenáll lesz, én nem bírom megállítani, és persze, hogy Magyarországért jönnek, azok a kunok. Nem, az úgy nem fog benni, hogy a kunokat megállítjuk, meg a lengyeleket, akiknek szintén 13 000 seregük van. Drága német-római császárunk, nem tudnánk mi valami házasságot, bármi finomságot, tálcácskát odaadom nektek, valakiért, aki nem tudnánk mi valami jó zsíros szövetséget kötni. Meg egy nem zsíros szövetség is jól lenne, csak hogy valami legyen. Én csak 6 lány van ott, akikkel tudnék. Édes öregem, Dán, drágám, ti. Ha velem nem is, de a rokonsággal ti olyan jó viszonyban voltatok mindig. Senki, akivel vele tudnék, az nem tudom, adná nekem szövetséget. És el sem vennék tálcácskát, mert tálcácska már 42, hát akkor menj a fenébe. Szóval igen, nemzetközi segítség nélkül állunk itt. És persze, hogy Magyarországért jönnek, azt hiszem, meg is fogják kapni Magyarországot a kunok. Ami kellemetlen lesz. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy itt nagyon variáljak. Te nem adnád fel? Meg ez a 14 ezres vagy 13 ezres lengyel sereg is irritál, mint a szar. De... Elég sok 13 ezres sereg fog érkezni majd a kezes drága kunoktól, és hát azokat nem fogom tudni megölni, azt hiszem. Gyorsítsuk fel esemény, hogy ezt a háborút megnyerjük, ha már elkezdtük, fejezzük be. És aztán a lengyelek azt a területet vissza fogják kapni, tehát... És nem csak 8000 emberük van. Meg tudom őket állítani, de ugye felmerül a kérdés, hogy mi a fasznak, amikor úgyis elveszítjük a területet. Csak piety-ből sincs sok, ami sem áll sok a rendelkezésemre. Tehát, mint látjuk, bocsánat, hogy felturboztam az eseményeket. Egyrészt a lengyelek nyírják ki a seregünk, kedves tőlük.
Úgyhogy azt hiszem, ami kisebbi probléma az, hogy a rendőrök megszereznek egy megyét, úgyhogy ne szedjed, feladom. Esetlenül kinyílhet összes katonában. Úgyhogy Bogrács ezt a háborút elvesztette, és nem ez a háború lesz a fájdalmasabbik egyébként, hanem az, amikor Magyarország a függetlenséget fogja elveszíteni. Nagyon rövid időben a rohadt külföldi érdekek, nem igaz? Megjegyzem, amikor pogányokkal, vagy legalábbis más vallásokkal harc, meg a plusz 30-at kapunk a népszerűségünkre mindenkivel, úgyhogy ilyenkor kevésbé köcsögök. De hát ez nem segít, ugye? Tehát itt van random, összeállt egy 25 000 ember, és még ugye ki tudja, mi vár ránk. Megint ott tartunk, mondjuk, hogyha szétdarabom a csapataimat, akkor talán tudunk valami csodát tenni, de... Kétlem. Egyesítsük erőinket, és gondolkodjunk el azon nagyon alaposan, hogy vajon mit tudunk mi itt tenni, és a válasz az, hogy nem sokat. Imrét viszont kezdjük el nevelgetni. És nem mi magunk, hanem valaki, akinek remek diplomáciai képességei vannak, mert ez már elég sokszor megfingatott minket, hogy nem volt jó diplomáciai képessége senkinek a környéken. Legyen egész legyalulták a saját seregeiket, csak attól, hogy mi sem vagyunk sokan, de egy 9000 ember, ezt a 7000-et ha elkapjuk, akkor kezdetnek talán jó. Tehát, hogyha ők itt folytatják, és megint ilyen öngyilkosságot követnek a lengyelek, meg ezzel megint lengyel, Poland és Greater Poland, akik megint komoly polgárháborúba kezdtek, sajnos visszaszerezték ezt a területet. De Magyarország szinte teljesen visszaszorult eredeti határai köré, vagy közé. Van elég aranyunk egy Holy Order-re? Egy nagyon olcsó zsoldos, aki nem kér baszott sokat havonta? És most mindig baszott sokat kér havonta. Nem mondja, hogy sokáig mennének velünk, akkor sem tudom őket megfizetni. De jó lenne pedig, ha egy old, ki vágjon hozzá, a pápa, ha hozzám vágna 200 aranyat. Nálam kevés boldogabb ember lenne a Földön. Remek katonáink vannak, azt mondjuk, azt adom. Hát próbáljuk meg azt a sereget szétverni. Aztán meglátjuk, itt közül jön az erősítés majd. A sereg elszalad. Aha. Én nem is, hogy 15 000-re meg akarok küzdeni. Neveges Ediktet, szarok Ediktre momentán konkrétan. Nem nagyon tudok olyan zsoldosokat találni itt, akiket tudnánk fizetni. Saját igazából, hogy megmentél nekünk a szituációt, tehát sajnos a izék se állnak rendelkezésre. Senki nincs, aki itt le segítene? Hát verjük szét ezt az 5000-et. Aztán valószínűleg a 16 000 ránk ugrik a csata közben és meghalunk, de legalább pici haladás, vagy legalábbis illúziója. Főleg ha elszaladnak, és persze, hogy elszaladnak. Igen, itt a full 22 000 annyi vannak, mint mi az Isten csináljuk. Unguári csávónak van 4000-re, de még nem hajlandó őket ideadni. Miért? Minkor azért, mert elfoglalták a területeiből egy adagot, pedig ez nem lenne rossz. Igen, tehát sajnos elfoglalták a területeket, azokat nem tudom megszerezni. De plusz 5000 ember az nem lett volna rossz. Tök sajnos így. Ki vannak zárva a játékból egyelőre. Úgy 25 éve itt ül a börtönben, és továbbra sem érte fizetni senki semmi. Megint szeretnék ezt a hülyét, vagy ő szeretné saját magát királynak, a fenébe. Szóval itt egy csodára várunk, például legalábbis egy kicsivel több pénzünk van, és itt adok zsoldost tudjunk szerezni, és akkor csata közben várunk majd a csodára. Kaját is kéne valakinek nevelgetnie, megörököltem pár területet, az országon belül félrejtés ne essék. Ami adna nekünk plusz katonát, azt hiszem, hogy adag egy völgyet meghal, de itt egy plusz 1000-es.
akiket szerintem én a lengyel, vagy azért a hátul körbevezetek, hogy itt csatlakozzanak hozzá. Nem izé életmentő, de hát nem rosszna. És az a jó, hogy most már van egy kis pénzünk. Úgyhogy ebből én igazából tudok is egy adag zsoldos szermányolni. Inkább abban, hogy közvetlen utol közelükben a hatalmas kunzserek, tehát valószínűleg nem fogják hagyni. Ó, oh, nice hospitalier. Jó, hát mi most óriás pénzköltő üzemmód, de 10 000 ember ebben a zsoldos seregben, azt a kurva, ilyet nem veszünk nyilván. Ilyet igen. Egyébként. Őket igen. Szóval plusz 5000 zsoldos, az nagyon nagy sebességgel fogják itt a tőkénket felzabálni. És még így is bőven ember hátrányban leszünk, félre ne értsük egymást. Továbbra is a lengyel területeken át szeretném, hogy haladjatok ide. És amikor megérkeztek, akkor lesz egy nagy csata, amit nagy valószínűséggel elvesztünk. Meglátjuk. Azért, hogy mondjuk a zsoldosokból lesz plusz ember. Aha, na most jön az, hogy ők ide jönnek hozzánk. És ugye lesz védelmi bónuszunk. Na ez most, oké, itt a káplán, az engem most abszolút nem érdekel, ki a káplán. Engem az érdekel ezt a hatalmas csatát. Ki nyeri. És nem mi. Mikor ezt megnyertük, olyan lett volna valami sanszunk még. Így viszont hát mínusz 100%. Ami tudjuk, hogy mit jelent, az, hogy nyernek. És Magyarország több generációnyi polgárháború után elveszti a függetlenségét, ami hát, mint láthatjuk, mondjuk olyan magam ugyan történelmileg korrekt, csak pár századdal korábban történt, mint esedékes lett volna. Gyorsan költsük ezeket a pontokat, és most nézzük, mink van. Nem lesz sok. Tehát összesen ez itt a miénk. Ez Magyarország, wow! Ezt nem vártam. A zsoldosainktól szabaduljunk meg. Az kemény. Hát a magyar trón a miénk maradt, a terület alóla eltűnt. És alig van néhány megyére jó, erős jogalapú. Akkor én szerintem egy olyan fajta játékot fogok játszani, ezt a kis függetlenségemet nem fogom őrizgetni. Viszont... ez miért nincs Sverfilti? Én azt szeretném, hogy a német-római császár, vagy a bizánci elfogadjon engem izéjének. Behódolnék nekik nagyon-nagyon szívesen, mégpedig azért... jogalapom a németről, oké, az legalapból nem lesz semmi. Ja, azt szeretném, hogy akkor ők ugye nekem lenne egy jogalom a trón, egy bizonyos trónra, ami nem az övék, és ha azért háborút indítanak nekem, a birodalmuk részeként visszaszerezném Magyarországon, ami nem lenne rossz. A Sverfilti gomb, ez most miért nincs itt? Számomra, és vissza megváltoztatták a pogány vallásokat, a kis rohadékok. És... és igen, a tengeri vezetők Bulgáriáért indítottak, hát a maguk megfelelői a keresztes hadjáratnak. Ugye az elsőbb a kunokat jelenti a tengeri. És Gazsit akarják. Gazsi bazd meg, ne szórakozz. 576 ember és az már ennyire brutális. Gazsi bazd meg, haj meg. 72 éves vagy, te szar. Ezt egy adag zsoldossal neverem, ha musa elszállítani, passza meg. Muszáj Gazsival foglalkozni, komolyan a kurva Gazsival? Most tényleg a Gazsi a legfontosabb ember, amikor elvesztettük Magyarországot? Ilyen rosszul játékon még nem alakult, bár volt vele melóm. Nem tudom, hogy meg ilyen nyitrai izé, meg ezeket... nyitrai izét nevezem ki minek vezetőnek nálam, egy marsalnak, pedig hát ez ugye az most kunokhoz tartozik, hogy drága német-római császárom. Vagy ne, drága bizánci császárom, bármelyik, fogadjatok el engem. Nem tudom, miért nincs ez a gomb itt. Itt szokott lenni. És örülnék,
Gazsi a magyar valódi király, anyád picsája az a valódi király. Ez nem is Magyarország már, ami már harcolt a szerencsére. 500 embert szereztél, és most olyan elégedett vagy magaddal? Nekem tudod mi van? Pomerália megtámadt Danzigért, ami még az enyém volt. Hát szegény embert az ágy is húzza, azt hiszem így tartja a mondás. Azt nevezem. De én csak annyit szeretnék, hogy hadd legyek része a német-római birodalomnak, mint ember, akinek komoly jogalapja van a magyar trón. Ja, a magyar trón az enyém, várjál. A területekre van jogalapom, az viszont szar csehérek. És abból is csak pára. Hát akkor nem biztos, hogy itt van egy olyan elegáns kis visszaút, mint amiben én reménykedtem. Nem tudom, mi vár rá most, lehet, hogy itt a dinasztia megsemmisül. Vagy hát a dinasztia nem is feltétlen, de földünk nem biztos, hogy lesz hozzá. Kaptunk egy két plusz csapatot, nagyszerű. A Zágrában gyelesét állunk, hogy ezeket itt megállítsuk, mert anyjuk picsáját. Öt területünk maradt. Wow. Hát nem sikerült megverni a bizánci birodalmat, na hát. Sima békét is aláírom, mert ugye nekem az is jó. Ó, megölték a fia. Valaki kinyíratta a fia. Gyanús balesetben meghalt. Nagyszerű. Most van nekünk egy editünk, akit hát egyrészt kurvára félre nevelt valaki. Másrészt, hát most úgy kell hozzáadnom valaki ezt, hogy ugye megint az lenne, amit én nem lehet, hogy nem valami ultrafors emberhez. Igen, olyan kell, aki hajlandó izébe hozzámenni. Na, Gazsi börtönben van. Ez is jár neki. Próbáljuk megőrizni azt a területet, egy beszarás, mekkora hülye helyzetben vagyunk. És én mindig boldogan lennék egy nagyobb birodalom része, úgyhogy ugye még mindig én vagyok a király, elvileg. De ugye a területhez nem tartozom hozzá. Ugye a területhez nincsen... nem az ennyi, nincs nálam a terület, na, de elvileg jogalapom az van rá. Lévén része a királyságnak. Ó, invázió, azt a kurva. Hát, ez nagyszerű, ez elég idegesítő. Túl gyorsra vettem az időt, kifogytam a pénzt, és a zsoldosok ellenem fognak, úgyhogy most vegyük szeretik meg Pomeráliát, vagy a Pomeráliaiak. Jamaikai, és független akar lenni, bazd meg. 90-re szeret, tegyük hozzá, ezt tegyük már meg 100-ra. Editem drága, házasodj össze ezzel a random fasszal. Ő meg feladja, oké, csodálkozom. Nem panaszkodhatom. Viszont a zsoldosok meg fogják szerezni maguknak ezt a területet, ami vicces. Anatóliáért indult dzsihád, baszok rá, nagyon-nagyon magasról teszek rá, svédek egy random területet itt kaptak. Hát wow, ezt így nem vártam, hogy a kunok ennyire kőkevényen kinyírnak, de hát megtették. Nagy arab polgárháború zajlik itt egyébként. Aztán esélye nincs megérni. Meg se kell próbálnunk, azt mondom. De tényleg nem... 3500 ember nekem momentán, ja, 2000-et össze tudnék kaparni elvileg. Szóval szerintem át is nyitom nekik ezt a területet. Vannak nagyobb gondjaik lenne, és nem is hajlandó fel, de azt se hagyja, hogy feladja. Szóval azokat a jogalapokat skubizzátok, mennyi minden, és mi a fasz csinálják, mert nem erül fel a kérdés. Megtámadhatnám, de hát ugye minek. Kéne valami német-római császárság mögém, vagy valami. Ez egy polgárháborúba kezdtek, de hát... és megint nem érek vele sokat.
Annyira nem lehetnek gyengék, hogy én valamit el tudjak tőlük szedni. Egyetlen szanszom van nagyobb birodalom részévé válni, és nem értem, hogy erre miért nincs módom. Ó-ó. Közben pedig, hát itt elengedték Batukánt. Hamarosan esedékes lesz az érkezése, kérem szépen. A vicces lesz, hogy teutonok valahogy ide eljutottak, hogy egyébként ugye itt izé környékén szoktak lenni, Litvánia. Ez mókás az, amikor majd ők megérkeznek, és akkor a kunokkal vagy nagyon jóban lesznek, vagy nagyon rosszba. Érdekes lesz. Ez is érdekes lesz, hogy velem mi a fasz lesz itt most. Szeretnék egy... Oké, felfogtam, nyertél, nem lehetne már, hogy feladom. Kösz, hogy hagyod. Úgyhogy igen, ez itt ez a régió, most konkrétan egy zsoldos seregé, a Lombard bandájé, ez a kettő. És hát ami valaha Magyarország volt, tehát a névelegig most is az, az konkrétan ez a három terület. Beszarás. Ilyet még nem pipáltam, és nem nagyon tudom, hogy innen merleni. Ó, keresztes hadjárat Magyarországért, ó, nekem! Ó! Keresztes hadjáratot indítottak, hogy visszaszerezzék nekem Magyarországot. Imádlak, pápácskám. És én ebben nagyon boldogabb is szállnék, de félek, hogy engem 54 ezer aranya van. Édes Isten, ebben a világ összes oldosát meg lehetne venni. Na, kíváncsiak, hogy... Ó, és megérkeztek a... Hát ez még nem a... Azok a mongolok, akik az aranyhorda, akik majd itt végig söpörnek mindenhol. Hanem még itt érkeznek, ez az Ilkhanait néven futnak. És ők inkább erre az arab régió felé jönnek. De hát mindjárt jönnek majd a izék is. Nagyon bízom ennek a keresztes hadjáratnak a sikerében. És 40-50%, hoppá, lehet megnyerik. Akkor viszont hadd lépjek be ebbe a háborúba, kedves drága pápácskám. Szia! Beszállnék a keresztes hadjáratban, amit értem és nekem folytatsz. Sőt, de az a szép, hogy keresztes lovag leszek. Azt a kurva nézzétek, hogy visszaszerezik neki az országot. Hát ez gyönyörű. És most ugye összeszedem a magam kis primitív csapatait, és csak ide sétálok, és ettől keresztes lovag leszek. Emlileg. Itt egy 20 ezeres pápai sereg, látjátok? Visszaszerzik nekem az országot. Igen. I finally, megérkeztem a keresztes hadjárat, hogy készen állok, hogy megtámadja, és itt egy keresztes lovag vagyok, mert beszálltam. És hoppá, 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 hoppá. Hoppá, hoppá, álljunk meg egy percre, mi az Isten fasza. Visszakaptuk Magyarországot, a nagyját. Fogunk mi még itt dolgozni ezért, ezért azért, azért. De egész gyorsan zajlott egy kisebb vajlás reformáció, ez a csávó már tengri, felvette a vallást. Ettől még nem mondom, hogy minden rendben lenne. Normális örökösnek továbbra is ilyen vagyunk. És nálunk az összes város, falu, utca, ház, amit itt visszaszereztünk, és aztán ki kell osztanom. És meg kell próbálnunk, hogy itt a maradékot ugye visszaszerezni magunknak. Ők pedig már benne voltak egy polgárháborúban a Kán ellen, úgyhogy ezeket is vissza tudnám kaparni magamnak. Ezért is volt egy könnyű a polgárháborús állapotok miatt ezt a keresztes hadjáratot megnyerni, bár nem a német-római birodalom, főleg ilyen feltuningolt verzióban nem bírnál lenni a kunokat fél perc alatt. Érdekes! Érdekes! Rendkívül érdekes! Hát az a... És most senki, mindenkinek én mondom meg, hogy mi van. Úgyhogy olyan embereket fogok kinevezni, akik nem utálnak. És újra kezdjük, leváltjuk az összes hülyét, aki eddig itt volt, az összes területet, ugye nekem adta oda Monsieur pápa. Keresni fogunk embereket, akik nem utálnak minket, és belőlük fogunk nemeseket csinálni, és talán van még jövője ennek a kurva országnak, mert fél perccel ezelőtt egy kurvára nem így nézett ki, de igen, folytatjuk legközelebb.